hogy 1948-ban országos tanulmányi útra indultunk a Dunántúlra. Azért, hogy hazánkat megismerjük alaposan, ezen tanulmányok során valamennyi nevezetességet velünk megismertettek. Legyen az emlékhely, legyen az ipari, nagyipari centrum, ezekre minden elvittek bennünket egy ilyen autóbuszos, egy hónapos körutazás keretében. Ez a Szűcs Miklós, ez a Szilasi József, ez egyik tanárunk, ez a Vértes Laci bácsi. Ezen a képen Vértes László, későbbi tanárom. Ó, a Vértes László. Tökéletesen kitűnően képzett vezérkari tiszt, a vezérkar főnökség hadmeneti osztályát vezette, aztán amikor a Sólyom ezt a rövid életű első vezérkari tisztkart alapította, Trumpen ő volt annak a főnöke. Lőrinc, mi Cikének hívtuk, ez volt a beceneve, aki a vezérkar főnökének a pénzügyi csoportjának volt a vezetője, aztán onnan elhelyezték a tiszti továbbképző iskolába, ahonnan letartóztatták, és a tábornoki per egyik áldozata volt. Lőrinc Sándor vezérkari ezredes, későbbi tanárom, és az a sapkában fényképezett tábornok, Sólyom László, későbbi parancsnokom, a Magyar Néphadsereg első vezérkari főnöke. A Magyar Néphadsereg szervezői, akikkel úgy hozott össze a sors, hogy egyúttal engem tanítottak is azon a hadiakadémián, amelyik 1947-ben alakult, és ahol engem magasabb parancsnoki képzésben részesítettek. Keretek között átadták rendeltetésének a Demokratikus Magyar Honvédség új hadi akadémiáját. Veres Péter honvédelmi miniszter rövid beszédben méltatta a hadi akadémia jelentőségét, és kifejezte azt a reményét, hogy rövid idő alatt olyan népi hadsereget lehet kiépíteni, amely most már örökre egyedül csak a magyar nép hadserege lesz. A honvédelmi miniszter beszéde után Sólyom László vezérőrnagy, a hadi akadémia parancsnoka ismertette a Honvéd Hadi Akadémia működését, amely az új vezérkari tiszteket hivatott kiképezni. Tehát ezután a földételi vizsga után, amelynek gyakorlati, többnapos gyakorlati és szellemi része volt, engem 16-on magammal fölvettek a Hadi Akadémiára. 350-en jelentkeztek, a felvételi vizsgára behívtak 35-öt, ha jól emlékszem, és fölvettek 17-ünket. Felvettek bennünket a Hadi Akadémiára Móricz Lajossal együtt, és a Szűcs Miklóssal együtt, Forgács Jenővel, meg a Komjátival, meg a Görgényivel, meg a Dencsával, meg a Hidasival, meg a Megyesivel, meg sorolja? Hát évfolyam társam volt például Móricz Lajos, aki ezredesként ment nyugdíjba talán 4 vagy 5 évvel ezelőtt, ő a tudományos osztályvezetője volt a Honvédelmi Minisztérium a vezérkarnál. Akkor a Görgény Gyuri, igen, ő is évfolyamtársam volt. Akkor évfolyamtársam volt Forgács Jenő, Szilasi Jóska. Na most ebbe a társaságban én voltam a Benyámin, a legfiatalabb. 1947. december 1-én volt az ünnepélyes megnyitó, amelyen a miniszterelnök Dinyés Lajos, a honvédelmi miniszter Veres Péter is részt vett, más politikai vezető személyiség társaságában. Ott volt Farkas Mihály, a párt politikai vagy katonai bizottságának elnöke, aki később, mint ismeretes honvédelmi miniszter lett. Az ünnepi beszédet Sólyom László mondta, aki úgy értékelte, hogy jelentős esemény szövére ért a magyar néphadsereg, a új vezérkari tisztek képzése indul meg, és ez meghatározó lesz a hadsereg további élete számára. Mi hát ennek megfelelően
nagy odaadással, figyelemmel hallgattuk Sólyom beszédét, majd a honvédelmi miniszter is szólt hasonló hangnemben, ismertette elképzelését, illetve hangoztatta jelentőségét ennek az új tanintézetnek. Hallgatók nevében én tettem fogadalmat arra, hogy hát minden tudásunk latbaetésével fogunk annak érdekében dolgozni, hogy az elvárásoknak eleget tegyünk. A Hadiakadémia ugyanis hát olyan céltűzött hallgatói elé, hogy sikeres elvégzése után a végzett tisztek, a hadsereg magasabb vezetői, belső munkatársai lesznek, illetve a későbbiek folyamán, amennyiben igazolják gyakorlati és elméleti tudásukat, akkor a hadsereg jövendőbeli vezetői lesznek. Tehát mindegy vezetőképző intézet kezdte meg működését a Hadiakadémia. 17-en kezdtük meg a Hadiakadémia első évfolyamát, melynek parancsnoka Sólyom László akkor vezérőrnagy volt. Sólyom László órái élmény számba mentek mindannyiunk számára. Éreztük, hogy komolyan készül az órákra, foglalkozásokra, számtalan könyvet olvasott el, mielőtt egy anyag leadásához hozzákezdett, ezekből többször idézett, ezekre hivatkozott. És ilyen értelemben, hát itt első időben lenyűgözött tudásával. A hadászatot és a történelmet adott elő, rendkívül élvezetesen, nagy tudással. Meg kell mondjam azt is, hogy nem csak a katonai szakismeretei voltak rendkívül kiterjedtek, hanem a úgynevezett polgári, tehát elsőben irodalomtörténeti szakismeretei is. Élvezet volt őt, mint tanárt. Ő hadászatot, stratégiát tanított tulajdonképpen. Rendkívül érdekes módszerrel tanította a hadászatot. Például, nem tudom, az ókori görög és a római hadműveleteket, illetve harci eseményeket, harctéri dolgokat, azt úgy oldatta meg a hallgatókkal, hogy azt mondta, hogy most nem tudom, itt a maratóni csata, te vagy a görög vezér, a másik a perzsa vezér. Most függetlenül, hogy ott mi történt valóságban, hogy állított fel a hadrendet, mit csinálnál, milyen utasításokat adnál, hogy szervezzél meg a biztosítást, mint halatlan gyakorlati módszerekkel oktatott, és megtanította gondolkodni az embereket. Tehát ő nem arra ment, hogy mondjuk a hadtörténelmet megtanítsa, hanem a hadtörténelmen keresztül igyekezett az embereknek az önálló gondolkodását is fejleszteni. Határozott valaki volt, határozott egyéniség. Amit egyszer leírt vagy mondott, azt meg is követelte. Követelményei is magasak voltak, és emlékszem, hogy akik ennek a követelménynek szerinte nem feleltek meg, komoly ledorongolásban részesültek. Volt egy olyan osztálytársam, aki hát jó ideig foglalkozott azzal a gondolattal, hogy kéri elhelyezését, mert ő fáj, neki fájnak azok a kritikai megjegyzések, amelyeket Sólyom Lászlótól kap. Később azonban megszokta mindenki ezeket a követelményeket, igyekezett eleget tenni ezeknek. És aztán beláttuk, hogy nem helytelenek egyértelműen a magas követelmények, még akkor is, hogyha az ilyen szigorú mezben kerül előadásra. Olyan ember volt, akiről lerít az, hogy én tudom a dolgomat. És azon a úton, amelyeken én járok, azon, hogy meg vagyok győződve, hogy az helyes volt. Elvtársak, néphadseregünk hatalmasat erősödött azzal, hogy ezt a fasiszta csirkefogó bandát leleplezte pártunk. Sólyom az itt már többször említett tanfolyam megnyitásakor ott volt. A vizsgaszünetét felhasználta arra, hogy romboljon. Azt mondotta, hogy maguk itt csak nagy kérdésekkel foglalkozzanak, a kisebb dolgokkal ne törődjenek. Tehát nem megalapozott tudást akart, felületességet hirdetett, mert tudatlanságot akart. Mindenkitől feltétlenül önálló gondolkodás várt. Ez volt a legfontosabb az ő módszerébe. És a különböző helyzetekbe beállított hallgatókat úgy mondjuk ellenőrizte és vizsgáztatta, hogy meg kellett indokolni minden elhatározását, amit az adott szituációban egyáltalán elfogadható volt. Meg kellett indokolnia, és aztán bírálatot mondott az illetőről, hogy helyes volt, nem volt helyes,
és ennek alapján ítélte meg az embereket általában. Független attól, hogy minden hallgatóhoz egyaránt mondjuk szimpátiával viseltetett, hisz ő volt az első, aki ezt az akadémiát létrehozta, tehát az ő tanítványait becsülte tulajdonképpen bennük. Hát bizony nehéz volt vele vitatkozni, azt kell mondjam, több okból is. Elsősorban azért, mert fölényes tudású valaki volt. És csak olyan ellenvéleményt fogadott el, amit aztán igazán alaposan meg is indokoltak. Tehát slendrián, vagy pedig felületes ellenvélemény nem állt meg előtte. El is várta, hogy saját véleményünket is kifejtsük. Talán mondjuk a vitatkozás még az első időben részünkről hát így nem nyilvánult meg, mert olyan sok mindent meg kellett tanulni ahhoz, hogy hát kellő felkészültséggel mondjuk vitatkozunk, de hogy kérdéseket föltenni mindenképpen lehetett, amiben hát a vita csírája hát benne lehetett, és ezekre mindig nyugodt, szép válaszokat kaptunk, amelyek hát sose fejeződtek be addig, amíg a teljes meggyőződés ki nem alakult az osztályban az adott kérdés helyessége felül. Bizonyos fölényesség érezhető volt nála, azonban véleményem szerint ez a fölényesség a fölényes tudású embereknek a tulajdona. És nála ez volt, de sosem volt bántó. Később, amikor közvetlen munkatársává váltam, akkor szét tudtam választani nála a parancsnokot és a magánembert. Egyébként a hadiiskolai éveim alatt nem, mert ő csak mint parancsnok jelentkezett, és bizonyos távolságtartás észrevehető volt nála, ami szerintem egy katonánál, egy magas beosztású katonánál nem csak természetes, hanem köteles. Ez a vezérkari iskola, ez tulajdonképpen folytatta a Horthy hadseregbeli vezérkari iskola hagyományait. Annak azt a metódust alkalmazták az oktatásnál, amit a régi vezérkari iskolákon alkalmaztak. A könyvek, a tankönyveink is a régi hadseregnek a tankönyvei voltak. És nagy követelményeket támasztottak velünk, úgyhogy éjszakákon keresztül tanultunk és készültünk. Különböző feladatokat kaptunk, aminek hát igen, elmélyülten kellett gondolkodni és törnünk a fejét. Szóval fejtörő volt ez az egész iskola. A Sólyomféle Hadi Akadémia Horthy korszak Hadi Akadémiának mása kívánt lenni. Sólyom magának tartotta fönn a parancsnoki tisztséget és a hadászati vezetés oktatását, ami nagy hiba volt, mert mint a katonai csoport főnöke, Sólyom a vezérkari főnök tendőit látta el, ez annyi munkát adott neki, hogy nem maradhatott ideje az akadémia belső ügyeire is arra, hogy előkészítse előadásait. Ezt én olvastam, de ezzel nem értek egyet azért, mert Sólyom László az ő előadása mindig maximálisan felkészülten jelent meg, és olyan előadásokat, olyan élvezetes előadásokat tartott, érdekes, érdekfeszítő előadásokat tartottak, amit soha még korábban mástól nem hallottunk katonai pályafutásom alatt, és azon kívül volt ideje arra, hogy a felvetett problémákat órákon keresztül megvitassuk az ellenkezőjét is. Tehát ő törődött és bábáskodott és dédelgetett kedvence volt a Hadi Akadémia, tehát furcsálom ezt a megjegyzést, hogy ő ezt mellékfoglalkozásként tette volna. Két feladatból egy is egy ember teljes munkaerejét és odaadását igényelte volna, emellett Sólyom nem fejezte be tanulmányait a Hadi Akadémián, és a vezérkarban sem dolgozott. Hadi tapasztalatai sem voltak. Igaz, olvasott, eszes ember volt, mégsem volt alkalmas sem parancsnoki, sem felsővezetési oktatói pozícióra. Király Béla, egykori vezérnagy írta ezeket a sorokat, olvastam az egész könyvet. Ebben a bekezdésben keverednek az igaz és az általa kitalált elemek. Sólyom László valóban tehetséges, olvasott ember volt, akinek valóban nem volt mondjuk hadi tapasztalata, de az nem felel meg a valóságnak, hogy nem fejezte volna be a Hadi Akadémiát, bizonyítja ezt az a tény is, hogy egy év rangelőny kapott az akadémia befejeztével, éppen úgy, mint a
osztálya, többi tagja. Igaz, hogy ezt követően nem került vezérkari beosztásba. A két beosztás viszont, amit itt a király Béla idézet mondjuk említ, hogy összeegyezhetetlen lett volna, azt sem értékelem valósnak. A tények bizonyítják, hogy Sólyom László minden óráját pontosan megtartotta, azokra nagyon jól felkészült, és egyetlen olyan esetre sem emlékszem, hogy bármi csorbát is szenvedett volna tanári tevékenysége magas beosztása sem. Én meg voltam győződve arról, hogy ha felső vezetésre valaki számításba jöhet, akkor ő erre a legalkalmasabb, az összes akkor általam ismert magasabb parancsnokok és magasabb vezetők közül. Ez csak kizárólag az ő előadásaival és az oktatás előadásai alatt hallottakra alapozom, mert hiszen én ítéletet mond, véleményt mondani, ezrednél magasabb kötelékek harcászati vezetésénél nem tudok. Mert az én ismereteim akkor még, mikor bekerültem a Hadiakadémiára, nem terjedtek ki hadászati kérdésekre, nem foglalkoztam a hadászattal, tehát nem tudom megítélni, hogy adott esetben egy Sólyom Lászlóból milyen hadtest, vagy hadosztály, vagy pláne hadsereg parancsok lett volna. Csak azt tudom, hogy a képességei, szellemi képességei révén a legképzettebb, magasabb parancsnoknak tartottuk. Ez sem egészen így van. Azt mondom, hogy valaki nem lett vezérkari főnöke, és egyszer, mint az akadémia parancsnoka is. Egyik is egész napi elfoglalást jelent. Erre gondoltam. Tehát kettőt együtt csinálni nem lett. Ha most valaki vezérkari főnök is, és a hadigazdasági parancsnok, ez túl sok. Egy is túl komoly dolog ahhoz, hogy amellett még másikat is teljes felelősséggel irányítson. Csak erre gondoltam. De a király Béla ezt könnyen mondja. Ő nem ült ott a padba, nem ő volt az, aki hallgatta az előadásait. Tehát, hogy mondjam, tulajdonképpen azt se tudta, hogy mi folyik ott a hadiakadémián, milyen, hogy mondjam, keretek között folyik az oktatás, mit oktatnak, mit tanítanak. Hát a Sólyom László ugyanazt a vezérkari akadémiát végezte, amit annak idején a király Béla. Tehát, hogyha a király Béla alkalmas volt arra, hogy vezérkari tisztként működjön és oktasson, vagy hadiakadémián parancsnok legyen, akkor minden alapja megvolt a Sólyom Lászlónak is ahhoz, hogy ugyanezt a tevékenységet elvégezze. Tehát ez egy, én szerintem egy rossz indulatú beállítás, hogy nem volt alkalmas, nagyon is alkalmas volt ő arra. És nagy kár, hogy az akadémiát tulajdonképpen két év után gyakorlatilag szoloszlatták. A jövendőbeli vezérkari tisztek olyan fontosak a vezérkar főnek számára, hogy személyesen kíván foglalkozni fejlődésükkel, tanulmányi munkájukkal. Ennek volt valamilyen hagyománya is a nyugati országokban, ahol a vezérkari főnök, mint a vezérkari testületnek az élén álló legmagasabb katonai elöljáró, a kádernevelésben nagyon fontos szerepet kíván betölteni. Megítélésem szerint, hát ahogy én akkor láttam, mindenképpen megfelelt mindkét beosztásának. Később, mikor a vezérkarhoz kerültem, megismertem nagy munkabírását a vezérkari munkában is. Tehát nem csak mint tanárt, hanem mint vezetőt is, vezérkari főnököt is nagyra értékeltem. De ebben nem csak egyedül voltam. Mindannyian, akik ott dolgoztunk, ezt így értékeltük, meggyőződésem. Én megmondom őszintén, néha mi talán egy kicsit hát sznobok voltunk, hogy mi, nekünk volt háborús tapasztalatunk, mi befejeztük a hadiakat, ők nem fejezték be. Hát ilyen van, tehát ez emberi. Ez a kis emberi, hogy hívják, ezt be kell vallanom, de ez távolról sem volt olyan, hogy bármelyikkel szemben a tiszteletem nagyra becsülésem kisebb lett volna. Legkevésbé tiszteltem, megmondom ezt a Sólyomot, tiszteltem legkevésbé, de ez még mindig nem azt mondta, hogy nem tiszteltem. Egy kétségtelen, hogy a háborús tapasztalat az sokat számít, az sok esetben döntő lehet, de hát a második világháborúban kiment magasabb parancsnokok közül nagyon kevésnek volt háborús tapasztalata, vagy ha volt is, akkor az első világháborút hadnagyként, főhadnagyként élték át, és azután mentek el vezérkari tisztnek. Tehát gyakorlatilag
nem volt alkalmuk kipróbálni háborúban, harctéri körülmények között a tehetségüket. Sólyom Lászlóval kapcsolatban, hát szerintem, ahogy ő oktatta a mi harcászati, hadászati gyakorlatainkat, abból csak arra tudtam következtetni, hogy ő amit mond és amit oktat, azt érti is, és adott esetben ezt maga végre is tudná hajtani. A hadászat volt a legfontosabb tantárgy a Hadi Akadémián, ezt hadtörténelmi vetületben maga az akadémia parancsnoka, Sólyom László tanította. A két következő tantárgy, amelyik ezt alátámasztotta, illetve kiegészítette, a harcászat volt és a szállásmesteri szolgálat. Az előbbit Vértes László vezérkari ezredes tanította, a másikat Lőrinc Sándor vezérkari ezredes. Mindketten a alakuló vezérkar osztályait vezették, tehát Sólyom László közvetlen beosztottjai voltak a Honvédelmi Minisztériumban is. Nagy tudású, nagy tapasztalattal rendelkező vezérkari tisztek voltak, akik hosszú hónapokat töltöttek a II. Világháború során a fronton is el, így hadi tapasztalatuk is jelentős volt. Hát talán sorrendben elsőnek említeném a Vértes László vezérkari ezredest, aki a harcászatot tanította számunkra. Legtöbbet volt velünk, legtöbb óraszáma volt, és így gyakorlatilag a legszorosabb kapcsolat vele volt. Törődött velünk, foglalkozott velünk, és igen nagy szeretettel emlékezünk rá. Különösen szerettük Vértes Lászlót, Laci bácsinak hívtuk mi hallgatók. Minden órája nagyon sokat adott számunkra az elmélet és a gyakorlat területén is. Jellemző volt rá az, hogy mikor valamilyen szép megoldást elképzeltünk valamilyen harcászati feladatban, a következő kérdése az volt, hogy mondjam el, vagy mondjuk el a szép megoldásunk hátrányait. És ha a hátrányokat is el tudtuk mondani, akkor mindig meg volt elégedve, mert azzal indokolta, akkor bizonyára átgondoltuk az összes körülményt, amelyik azzal a feladattal kapcsolatos volt. Egy nagyon nagy tudású képzett vezérkari tiszt volt ő. Nagyon nyugodt, nem idegeskedő, nem kapkodó, nem parancsolgató, nagyon jó lelkű ember volt. Nagyon-nagyon sokat tanultam, nem csak én, a többiek is tanultunk tőle. Gyakorlatias ember volt. Ő nem inkább az elméletet, hanem mindig a gyakorlatot tolta előtérbe, és azt minden gyakorlat alkalmával, hogy a valóságban gyakorlatot tolta előtérbe, és azt minden gyakorlat alkalmával, hogy a valóságban, ha ez történne, akkor a gyakorlatban ezt hogy kell csinálni, és nem az elméletben, hogy le van ott írva. A harcászatból a felvételi vizsgán is egyik vizsgáztató ő volt. Tehát már akkor láttam, és ezt tudtuk nagyon jól, hogy ő volt a hadiskolán is az első. Tehát nem véletlen volt az, hogy Sólyom László őt kérte föl, hogy jöjjön, és legyen az ő segítségére. Akkor láttam, amikor ő engem vizsgáztatott, mint taknyos főhadnagyot, hogy a Vértes László az egy, mint szellemileg, mint erkölcsileg egy kiváló ember. Az ő baráti kapcsolatukról részleteket csak később tudtam meg. Azt viszont érzékeltük, hogy nagy tisztelettel beszélnek egymásról, nagyon jó összhangban dolgoznak, és Vértes László fegyelmezett katonaként követte az akadémia parancsnok minden parancsát, de az akadémia parancsnok mindig Vértes Lászlótól kérdezte meg, vagy legalábbis többször azokat a teendőket, amelyek éppen soron vannak. Az a teljes összhang volt, amit általában ugye később életem során is tapasztaltam, hogy az osztálytársak nagyon jól megállják a későbbi életben is a helyüket, akkor, hogyha egymásra tudnak támaszkodni, egymás segítségével tudják a feladatokat megoldani. Azt érzékeltük, hogy nagyon tisztelik, szeretik egymást. Érdekes, hogy külső megnyilatkozásaikban hát mennyire mások voltak, és mégis milyen jó összhangban dolgoztak.
Vértes László velünk, míg ugye Sólyom László mindig pedánsan, pontosan előírás szerint tartotta magát. Ugyanakkor mind a kettő óriási tudást sűrített magába, és igyekezett átadni számunkra. Hát mindkét tanár más-más típusként, de azért példa volt számunkra. Egyik a tudásával, közvetlenségével, másik pedig a katonás föllépésével, és ugyancsak elméleti ismeretének széles skálájával. Mindenkit nagy szeretettel vette körül, háta mögött Laci bácsiszták, ez maga is egy, a bizalom jele, és általában azt szoktak keresztnevén szólítani, akit hát megbecsülnek, és azon tisztelnek és szeretnek. Hát a Laci bácsi, ugye a Vértes László az ilyen tanárunk volt. Mondhatnánk, ilyen osztályfőnöki szerepet töltető volt bennálunk gyakorlatilag, mert hiszen mindenhová jött velünk, és mindig velünk volt, amikor csak tehetett, itt sem állt fenn az az állítás, hogy ő minisztériumbeli elfoglaltsága miatt nem tudott a teljes értékű munkát végezni a Hadiakadémián. Lőrinc Sándor kicsi szárazabb tantárgyat tanított, de ő is azokat a gyakorlati tapasztalatokat, amelyet a háború során szerzett, nagyon jól beépítette anyagába, és úgy éreztük órái után, hogy szélesebben látjuk a harcászat kérdéseit, látjuk, hogy milyen nehéz anyagi és egyéb szállítási feladatokat kell megoldani minden elképzelés megvalósításához. Lőrinc Sándor egy érdekes egyéniség volt, mert tulajdonképpen megjelenésre majd nem is nézett ki katonát, viszont óriás anyagi vezérkari tisztismeretekkel rendelkezett. Ő a anyagi vezérkari szolgálatot tanította nálunk, szintén azok között tanárok, illetve hát mondjuk tisztek közé tartozott, aki hallatlan türelemmel magyarázt mindent, a praktikus gyakorlati ismereteket igyekezett a hallgatóknak beleültetni. Ami azért volt nehéz, hisz ebben az időszakban még tulajdonképpen a hadseregnek nem voltak szabályzatai. Tehát tulajdonképpen szabályzat nélkül kellett megtanítani a korszerű dolgokat a hallgatóknak. És majdnem mindegyik tanárnál, főleg a Vértesnél is, de a Lőrinc Sándornál is az volt jellemző, hogy a háborús tapasztalatokból, mégpedig a szovjet tapasztalatokból haladlan sokat mondjuk tudtak, merítettek és adták át a hallgatóknak. Még akkor nem érkeztek be sem a szovjet katonai szabályzatok, sem a magasabb vezetők részére szükséges szovjet haditudományt reprezentáló irodalmak. Tehát mi valóban a Horthy hadseregben használatos tankönyvekből, hadtörténelmi, hadászati könyvekből, harcászati könyvekből tanultunk. A különbség talán az volt, hogy volt úgynevezett politikai gazdaságtan tantárgyunk is, amit igen kiváló és ismert előadók tartottak. Mint óraadó tanárok a politikai gazdaságra tanítottak bennünket. Azon kívül irodalomtörténelmet tanított Bóka László számunkra, és különben pedig hát tanultunk miatt olyan dolgokat, amit egy jó vezérkari tisztnek illik tudni, kezdve a lovaglástól, a harckocsi vezetésig, a repülésig. Tehát minden fegyver nem harcászatából és a fegyverek kezeléséből megfelelő üzenítőt kaptunk, hogy gyakorlatban is el tudjunk vezetni egy harckocsit, én repülőgépet is vezettem, azon kívül tüzérségi képzésben részesültünk, tehát széleskörű összfegyvernemi ismeretekre tettünk szert. És nagy harcászati gyakorlatok keretében gyakoroltuk mindezt. Sólyom László alkalommal közölte velem, hogy én leszek a Hadiakadémia Hallgatói Alapszervezetének pártitkára. Ez a párt katonapolitikai bizottságának egy határozata lehetett, hogy bizonyos előtanulmányozás után engem láttak erre bizonyára legalkalmasabbnak. Sólyom László időnként beszámolt adott a pártszervezet helyzetéről is, és egy ilyen beszélgetések egyikénél sor került arra, hogy a tanárokról is tudtam jelentést tenni. Említést tettem, hogy arról, hogy Vértes Laci bácsi is politikusan a adott napi politikai helyzetnek megfelelően buzdít bennünket a tanulásra. Ezt
Sólyom László mosolyogva fogadta, és olyan megjegyzést tesz, Nolan, öreg barátom, és bár nem pártag, de milyen jól fejlődik. De a Moritzról csak elmarasztaló véleményt tudok mondani, mert rendszeresen tájékoztatta az előjárók itt, a hallgatók, a Hadiakadémia hallgatók magánéletéről, munkájáról, tevékenységéről, esetleges véleményéről. Tehát, ha durva kifejezést akarnék használni, azt mondanám besúgó. A párja volt a Görgényi, a másik. Ők voltak a bizalmiak. Mindenről tájékoztatták az előjárókat, mindenben beleszóltak, ők voltak a vezéregyéniségek, a hangadók, és mint ilyeneket nem kedveltük. Én, mint párton kívüli, kerültem a Hadiakadémiára. Bevonulunk, hogy ott a Térképészeti Intézetbe, főúri elhelyezésben mindenkinek van külön szobája, és így tovább, ugye, azt se tudtam, hogy milyen mennyországba kerültem, ugye. Ugye eltelik 2-3 hét, és oda jön hozzám a Móricz Lajos. És azt mondja nekem, hogy lépj be a pártba. Lépj be a kommunista pártba. Meg kell jegyeznem, hogy nem mindenki volt kommunista párta. A Szűcs, a Móricz, a Görgényi, a Demcsa, ezek kommunista pártagok voltak. A Forgács, meg a Kovács Antal, ezek parasztpártiak voltak. Na, hát szóval egy ilyen alkalommal oda jön hozzám a Móricz, és azt mondja, hogy be kell lépni a pártba. Én megmondtam neki, hogy én Isten hívő vagyok, és én nem tudok belépni. Erre azt mondja, hogy kérlek szépen, meg különben is, hát egy ludovikás tiszt mit keres a vezérkarban. Erre mondja Móricz, mint ludovikás nekem. Csak azt tudom mondani, hogy együtt indultunk el 33-ba Kőszegen, a kőszegi Alreálból, együtt avattak bennünket a Ludovikán. Hadnagyják, együtt szolgáltunk 45-be a 6. hadosztálynál, együtt voltam hadiiskolás, ő volt a Hadiakadémián a pártitkár, és azt mondta még, hogy amennyiben egy bizonyos idő után te nem lépsz be a pártba, abban az esetben, akkor kérlek szépen nem tud ő. Egy Sólyom László téged itt tartani. Az akadémia rendje az volt, hogy minden hónapban értékelték az előző időszak munkáját, és ennek megfelelően rangsorba állították a tudás és a végzett munka alapján a hallgatókat. Mi ezt nagyon ösztönzőnek, érdekesnek, helyesnek értékeltük, és a magunk véleményét is mindig volt módunk jelenteni az értékeléskor. Engem az első alkalmaktól kezdve mindig a harmadik helyre rangsorolt az akadémia tanári kara, mert úgy éreztük, hogy ezt kollektívan alakították ki, tehát nem csak Sólyom Lászlónak a véleménye volt benne, és hát a társaim is így fogadtak el. A legjobb az osztályban egy Szűcs Miklós nevezetű elvtárs volt, aki később ezeresi rendfokozatot ért el. A Hadiakadémián a Szűcs Miklós lett kihirdetni, nem hirdették ki, de hallgatólagosan ő ült az első padsor első jobb székén, tehát ő volt az úgynevezett osztály első. A mi értékítéletünknek nem ő volt a legtehetségesebb katona. A Szűcs Miklós nagyon jó föllépésű ember, nagyon jó modorú, nagyon jó kiállítású ember, de nála jobb katonai kvalitásokkal is megáldott társaink is voltak, mint például a Török László, aki tehát akkor, amikor harcászatból dolgozatot kellett írni, vagy alkalmazó megbeszélés, Szűcs mindig forgott hát, hogy a Török Lacinak mi az elhatározása, hogy ő mit csinál. Ezt a rangsort
mondjuk helyesnek érzékelve, hogy kaptuk azt a feladatot, hogy Sólyom László szóban megtartott előadásait foglaljuk írásba. Én emlékszem, hogy a feudalizmus korának hadművészetét egészen a napóleoni háborúkig kellett, hogy Sólyom előadásai alapján megírjam. Ezt az anyagot el is készítettem, amit hát elfogadott az akadémia parancsnoka, sőt olyan honoráriumban részesített, aminek az összegére ma is emlékszem, kétszerese volt a havi fizetésemnek, 800 pengőt kaptam annak idején ezért a munkámért. A másik három elvtársnak a munkáit is elfogadták, és úgy tűnt, hogy a közeljövőben Sólyom László ezekből az anyagokból megszerkeszti tankönyvét. Erre sajnos azonban már nem került sor. Sajnos egyik napról a másikra megváltozott a helyzet. Egy alkalommal a szovjet tanácsadó részt vett az egyik előadáson. Éppen Sólyom László tartotta az előadást, ilyen hadászati alkalmazó megbeszélés volt, és akkor derült ki, hogy a hadiakadémia hallgatói a Horthy hadsereg tankönyveiből tanulnak, és a clausewitzi haditudományt igyekeznek elsajátítani, nem a szovjet harcászati és hadászati könyvekből, és nem a szovjet haditudományt tanulják. Így a térképekre a Horthy hadseregben az ellenséget pirossal rajzoltuk, és a saját csapatokat kékkel. Na most ez a szovjet tanácsadó éppen egy olyan harcászati órára jött be, amikor előttük voltak a térképek, és egy ilyen alkalmazó megbeszélés volt, be voltak rajzolva a csapatok, természetesen az ellenség pirossal, a saját még kékkel. Nézi a szovjet tanácsadó a térképeket, sehogy se igazodik ki rajta. Nem érti, elmagyarázzák neki, még egyszer nem érti. És akkor tört ki a botrány, amikor rájött, hogy mi 1949-ben az ellenséget pirossal rajzoljuk. És hát ezt nem hiszem, hogy túl jó néven vették tőle, de hát az összes katonai szabályzatot, amiben tanultunk, ott mindenütt pirossal volt az ellenség rajzolva, mert voltak ilyen szabályzataink színes képekkel, tehát mi nem is tudtunk másként tanulni, csak ezek szerint az ábrázolási módok. 1949. január elején váratlanul beszüntette a Hadi Akadémia működését. Ennek hátterében az volt, hogy Farkas Mihály szorgalmazására a vezérkari tiszteket képző intézményt ugye fölöslegesnek tartotta, vagy ítélte a párt katonai bizottsága, azzal, hogy az indoklással, hogy ilyen jellegű szervezet vagy állománycsoportja a szovjet hadseregnek sincs, másrészt pedig azzal, hogy hát a jelenlegi hadiakadémián még nem a munkás és a paraszt szülők gyermekeiből ugye, képzik a vezérkari tiszteket. Ebben a döntésben benne volt Sólyom László iránti bizalmatlanság is, mert Farkas Mihály bizonyára úgy ítélte meg, hogy az ott tanuló káderek nem az ő, hanem a vezérkari főnök pozícióját fogják erősíteni, akivel ő egyértelműen ugye, rivalizált, már a közvélemény is úgy értékelte annak idején.